Jó estét kívánok! Igen nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon bízom benne, hogy minden hétfőn néhány nézővel többen ülnek le a képernyő elé. Megint sikerült két nagyon jó vendéget hívni. Itt ül velem szembe Polyák Imre, háromszoros világbajnok, olimpiai bajnok, három olimpiai ezüstérem, két világbajnoki ezüstérem, és sok-sok magyar bajnoki cím, az évszázad birkózója, a nemzet sportolója, vitéz, és Imre, megmondom őszintén, innétől kezdve nem tudom, hogy mit kellene még felsorolnom, mert én azt kell, hogy mondjam, én nagyon-nagyon szeretem ezt az országot, de most nagyon boldog vagyok, mert ez az ország úgy érzem, hogy téged maximálisan megbecsült, úgy becsült meg, ahogy egy ilyen kiváló ember, aki ilyen eredményekkel tudta örökbíteni Magyarországot, ilyen érdemeket kap. Meg hát még itt nem soroltam fel, hogy ilyen érdemrend, olyan érdemrend, mert hát akkor 40 napig lehetne sorolni. Sokáig tart. Hát nagyon nagy szeretettel üdvözöllek a stúdióban, és azért mondom a kedves nézőknek, hogy ne menjen el az Imre után, mert a másik vendégünk Deák Bő Gyula, a hatalmas nagy blues énekes, itt vár kint, és Imre után ő következik. Tehát Imrém, köszöntelek, hogy vagy először is, hogy érzed magad a bőrödben? Nagyon szépen köszönöm a elmondottakat, amit rólam regéltél. Jól esek valójában, azt már el is felejtem. Olyan rég volt az eleje, és rég volt, hogy befejeztem az is. De valójában én nem panaszkodhatom. Én úgy mondtad, a megbecsülést éreztem, tehát annyit lehet mondani, hogy ha így visszagondolok arra tényleg a fontos sok munkára, amit én beleültem ebben a sportágba, úgy vélem, és ezt nem lehet sajnálni, és soha nem jut eszembe, hogy milyen fárasztó volt, és milyen nehéz volt. Nem. Ez az éve elmúlt nagyon szépen, én szerintem. Csodálatos azt, amit elébe tűztem ki célul, hogy olimpiát nyerjek, az bejött, és ezáltal megfényezte az összes érveket, ami nem is volt mindegyik arany, de megfényezte. Ez egyetlen egyver. Valójában az ember egy célt, ha föltesz magának, és azt elér, akkor nem volt hiába semmi sem. Tehát akkor nincs fáradtság érzett az ember. Nem gondol arra, hogy sok kellemetlenség, fogyasztás, még egyedek meg az voltak bizotévedések, de ez mind elmosódik ki az emberek az emlékezetéből, csak a szépre emlékezünk. Imre, a Depression jó voltában szól rólad vers, dal, és én tudom, hogy te nagyon örültél ezeknek a gondolatoknak, és ott nagyon tisztán és világosan le van írva, hogy kopott, dohos öltözők álmaidról mesélnek. Céljaidat elérted, mégis emberként élhetsz. Most induljunk vissza a legelejéről, hogy egyáltalán, aki ilyen érdemekkel rendelkezik, honnét, milyen körülmények közül indultál el, hogy kell-e egyáltalán ehhez pénz, hogy te ezt elérheted, mert szerintem te egy nagyon szegény családba származol, hogyha jól vagyok informálva, Lajos Mizséről. Imre, én erről szeretnék hallani, a szüleidről, az indítatásodról, hogy hogy indult el a pályafutásod. Lényegében Lajos Mizsér érkeztem ebbe a gyönyörű fővárosba, és az első albérlet itt volt Kőbányán, nem messze ide. De hogy ezek a dolgok, hogy így összejöttek, tehát az, hogy a szegény család gondolat, az Ervin, nyolca voltunk testvérek, szóval nem lehetett abban a korban, kinek szépen... Bocsánat, hogy közbevágok én, mert a nyolc közül valaki még birkózott? Igen, a bátyám. És ő milyen eredményekig vitte? Magyar bajnokságot nyert többször is. És neki hol sütött ki a pálya, mert azért most itt meg kell, hogy kérdezzem, mert hát egy ilyen tehetséges ember, mert biztos, hogy a testvér se lehetett tehetségtelen. Persze. Nagyon jó birkózott, szabadfogásban nagyon jó birkózott, nagyon sérülékeny volt, igen sűrű megsérülés. Ezáltal tudod, hogy ebben a sportágban többször megsérül, szóval az nagy kihagyást ér, megszakítnak azok a folyamatos munkák, és ezáltal a szóval bizonyos fogig lemarad az ember egy mozsolyon. De mi az a érzés, vagy tartás, amit te otthonról elhoztál? Mi az, ami megmaradt a szüleiddel kapcsolatban veled? Kérdezően úgy néz ki az én
génjeimet illeti, ami azt illeti, kérdezik, hogy nagyon jó alapokon nyugszik, mert szóval egészséges család, amit mondtos, hogy 8 közül mindenki éles virul, minden 8 testvérem, és úgy látszik, hogy én még talán ebből is kilógtam, úgyhogy szóval hallatlan fizikát bírtam azt a nagy megterhelést, amit én csináltam, és általában többet csináltam, mint a többiek, a fiúk. De nem, szóval nekem nem esett úgy nehezen, mert ezek a úgynevezett nagy munkák, úgyhogy én talán ez is, hogy szóval egy birkozás, mint úgy azt illeti, hogy szóval először is az, hogy egészséges embert szervezet legyen, megfeleljen az, hogy a kitartás és hogy párosul a kitartás elég a szorgalommal, de ehhez, ha nincs meg a kellő egészség szervezetileg, akkor sajnos, akkor annyi, sok mindent nem lehet pótolni, csak akarattal. Szóval nagyon feltétlenül fontos az egészség, de meg maga az életformád, tehát, hogy te mindent egy lapra teszel, és hát ez neked bejött már elejébe, azt lehet mondani, és szóval olyan ember nem a fáradékonyság az eszedbe sohasem, hanem ez a verseny sikerült úgy, ahogy te elképzelted, és ezáltal volt egy olyan alapot, hogy úgy vettem észre én is magam, tehát még a szakemberek is, hogy van keresni valami ebben a sportágban is. Szóval ez aztán, mondom párosulni az, hogy nincs késő, vagy nincs, hogy nem lehet megcsinálni valamit, hanem igenis kell, és szóval és ez elfelejtesz mindent, hogyha egy olimpián részt veszel, vagy nem jutott eszedbe nekem semmi más, mert szóval akkor nagyon sokat utaztunk is. Szóval Ha már az utazásról beszélünk, akkor gondolom abban az időben másképp nézett ki egy utazás, mint mondjuk ma, hogy felszállunk a repülőre, és akkor pillanatok alatt bejárjuk a világot. Ti milyen formában utaztatok, és hogy néztek ki? Mert ugye akkoriban más volt a helyzet, tehát nehezebben lehetett külföldre utazni, nem volt valuta. Hogy jutottatok hozzá a valutákhoz? Most én azért megkérdezem, mert már gondolom, ezek a dolgok elévültek, de hogy zajlott le egy ilyen túr, mert valamiben meg kellett érni, de gondolom a birkózásban nem fizettek hagyon téged annak idején. Még jó, emlékszel valami jó sztorira? Jó, hogy nem azt mondom, csempészek. Nem csempésztem, hanem a vámarót behoztam vámmentesen. Szóval az olyan dolog... Ez hogy nézett ki? Ennélkül. Szóval azt nem csináltuk volna, hogy akkor csak egy példát mondok neked. Egy világbajnoksági akkor kaptam 5000 forintot. Most én ezeket a kis aprósága nem pótol ezt az anyagi részt, akkor sajnos akkor nem jutott volna annak energiára annyi, amit én belefektettem. Na de én azt is mondhatom, hogy ez a bizonyos, ez a nem durván beszélünk csempészet, inkább a vámáru behozatal, vámmentesen. Ez úgy nézett ki, hogy ha nem vitted a túlzásba, tehát az tudta, hát tudta hogy a vámőr is tudta nagyon jó, hogy hova tartozik, hogy szóval ahhoz valójában jó eredmény kellett érni mindig a csapatnak is, az egyénnek is, aki ezt művelte is, de bele volt karkolába. Szóval ezt bármivel lefogadtunk akkor is, tudtuk nagyjából, hogy mi ennek a kb, mi azok a mennyiség, amit, hogy karkuláltunk szépen, kiszámoltuk, hogy mennyi egy nejlonóra, és mennyi egy muszlinked, mennyi egy nejlonóra, úgy tudtuk jobban, mint a kereskedő. Most, és azt is tudtuk, hogy mi az a mennyiség, amivel ha meg is buksz, nincs semmi olyan. Legfőbb eltítanak pár és Svédországban akkor is a rövid ital volt az, ami megjött? Mindenhol meg volt nekünk hogy mondjam neked, pontosan tudtuk, hogy mit kell kivinni, és mit kell onnan behozni. Azt tudtuk, hogy a Svédország, Finnország, Norvégia, csak a párinka, a legerősebb párinkát kellett vinni. Most abban elég sok zűr volt, mert a határozott szigorúan vették. Tehát nem az, hogy bevinni, az volt legnehezebb. Már Svédországban, az egy párszor megbukta. Ott azt is megbúztam én, úgyhogy szerencsére nem fogtak meg ilyenen. De ott a rettenetes nehéz volt maga az áru bebocsátása, mondjuk a köztudat, de azt tudták mindenki, hogy magyarok, szovjetek, bulgárok, azok csak ezeket vittük. És szóval felkerestek bennünket, de az odafigyeltek nagyon a északiak. Tulajdonképpen azért abban az időben azért... Megérte különben. Büntelenül azért nem éltétek az életeteket, de viszont, hogyha belegondolok, akik ilyen eredményekkel meghálálták a magyar nemzetnek,
azt gondolom, hogy egy pár nylon harisnya, illetve ehhez hasonló kis apró kis tükkök belefértek, hiszen senki nem makulátlan ebben. Valójában kérlek szépen az az igazság, hogy nem, szóval nem szőröztek annyira vele, hogy ne látod, hogy találtak egy csomagot a bérletben, amit nem pontosan belédett a sarokba. Nem volt olyan, nem illet be? Nem, szóval nem volt olyan szigorúság, de nézd, amit mondtam is, hogy hát nem volt megfizetve a sport, nem csak a Miposvár sportág, hanem egyáltalán nem volt ilyen nagy jutatások, meg különböző ilyen mellékpénzek, amiből lehetett pótolni. Bocsánatot kérek, Imre, de van egy kedves telefonálunk, és a telefonálókat előtérbe szeretnénk helyezni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kedi csókolom! Én most nézem Polyák Imrét, én is Lajos Mizsei lány vagyok, ott születtem. Csókolom a kezdeni, de örülünk önnek! Ismertem az édesapját, cipész volt az én férjem is, ő Hábencius Pál. Hát ez egy nagyon jó érzés ilyet hallani. Igen, igen, most, és mikor följöttünk Pestre, és akkor mondja a férjem, hogy gyere ma, mamukám, elmegyünk a Polyák Imrének a üzlet, vagyis kimérése, borkimér, vagy nem tudom most, hogy vendéglője volt. És bocsánat, és ön figyelemmel kíséri az Imre milyen komoly eredményekkel rendelkezik, hogy mennyi kitüntetést is. Én annyira meghatódom, mert annyira tiszteltük őt, mert tudtuk, hogy az Imre birkózó már akkor, csak ő fiatalabb, mint én, mert én 1925-ös születésű vagyok. Ő jóval fiatalabb. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a kedvességét, hogy egyáltalán néz bennünket. És nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Szóval, hogy mondjam, büszkeséggel tölt el az, hogy ő nagyon aranyos. Szerencsére, hogy ön nincs egyedül, hiszen én, mint birkózó, mondom, hogy az Imrére úgy nézek, mint egy istenre. Viccből mondtam is neki, hogy... Nagyon-nagyon szerettük, és még egyet, az egész család olyan becsületes család volt, az édesapjától kezdve, az édesanyjától úgy tiszteltük, becsültük, hogy azt a nagy családot el tudta tartani. Szóval, hogy imádtuk, szóval, hogy mondja, szóval egy nagyon... Mi a falu közepén laktunk, ő pedig arra Kecskemét felé, nem is tudom, hogy is mondtuk akkor, a falu felső vége, vagy alsó vége, vagy felső vége, már én nem emlékszem. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Megígérem önnek, most egy nagyon-nagyon szép klippel kedveskedünk önnek, amiben a főszereplő Polyák Imre, az évszázad sportolója és a nemzet birkozója, őról szól majd ez a dal. Egy kis részlet van belőle, nézzenek, sok szeretettel küldjük önnek külön. Köszönöm, hogy néz bennünket. És akkor nézzük meg ezt a Élő Legenda című videóklipet, hogyha van erre lehetőség. Köszöntöm a kedves nézőket, újra itt vagyunk, láttunk egy kis részletet az Élő Legenda című dalból. Imrém, hát nagyon megható a történet, az egész életutad, és mondhatom azt, hogy te olyan emberekkel dolgozhattál együtt, olyan nevekkel, akik örök életben legendák lesznek. Hát gondolok itt, ha csak egy nevet említek meg, Kozma István.
Mesélj nekem ezekről, hogy Varga János, hát iszonyatos nevek, ezek 9-10 érem alatt senki nem adta. Hogy éreztette magad ebben a csapatban? Valójában tényleg szerencsés időszakban kezdtem ezt a sportágat. Valójában olyanok voltak, mint a Varga, Kozma, és mondhatnánk Kerekes, Kisferi, Csatári, Bajkó, mint edzőként szerepeltem később a Mexikó olimpián, hogy valójában óriási volt ez a csapattal együtt lenni és együtt dolgozni. Úgyhogy hogy hihetetlen büszke vagyok rá arra is, hogy a Kozapistával egy napon nyertünk világbajnokságot, utána egy napon nyertünk olimpiát is. Nagyon jó volt a kapcsolat közöttünk mind végig. Sajnos az utolsó útján is elkísértem őt. Tehát hihetetlen egy óriási nagy versenyző volt. Szóval a maga felépítése, a hozzáállása, hogy nem, szóval nem nézett le senki, úgyhogy ellenfél volt mindenkinek, de igazi barátok ellenfélek, hogy milyen jóban voltak a Rossi ellenfélel, amikor mondhatnám a Dittéket, vagy a Csehszlovákot. Szóval őt egy nagyon-nagyon szerették, kiemelték mezőnyből, mint embert is, úgyhogy tudták nagyon jó, hogy ez mennyi, mekkora sportember a Kozapista, és azt is tudták, hogy jobb versenyző, mint ők maguk, és mégis egy hihetetlen szimpátiával bírtak vele szembe, nagyon szerették a Pistát. Mondhatom, szóval ez a magas sportág talán ezt vele van az emberekkel, ez a barátság forma, szóval hiába kemény sportág minden, de hogy mondhatnám azt is, hogy velem kapcsolatban az volt ellenfeleim, hogy mindegyiket nagyon jó ismerve, nagyon jó barátságban is vagyok velük. Bocsánat, én megint van egy kedves telefonál. Jó estét kívánok! Estét kívánok, Ingi bácsi! Tetszik emlékezni még a Szilágyira? Igen. Sziszi. Strasser, stb. Igen, igen. Kb. 20 éve. Igen. Demegy az idő, rohan az idő. Úristen! Semmit nem változott, úgyhogy... Köszönöm szépen. Öröm, nagy szívvel nézem itt a tévében. Mi meg örülünk, hogy telefonáltál, és hát én is azt gondolom, hogy egy ilyen ember, mint Polyák Imre megdobogtatja az emberek szívét. Hát nagyon-nagyon, hát el se tudok, hát nem, hogy azt a tévé néző, hát én nézem, hát ez hihetetlen. Nyilvási, hát borzasztó. Semmit nem változott az utóbbi 20 évben, hát ez köszönöm. Az anyám emlékére. Okay. Emlékszik még arra, hogy akármi dugta 3? Igen. Jó, meg a drága szívén. Igen. Hát akkor köszönöm szépen a telefonálást, és köszönöm szépen, hogy nézed a műsort. Imre. Nagyon köszönöm valójában. Jó lesz ki a jó baráti hangot hallani. Bocsánat, Imre, de megint van egy másik telefonáló. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözöllek! Jó estét kívánok, Mehmet Vasaram vagyok. Szevasz, nagyon nagy király, üdvözöllek. Üdvözöllek, én is nagyon-nagyon örülök, hogy Polyák Imret tévében láthatom, hiszen ő nem csak Magyarországon, hanem világszerte ismert, egy kiváló birkozó volt, főleg Törökországban nagyon sokan tisztelnek őt, és külön gratulálok Budapest tévének is, nagymester Németh Sándornak is. Láthatom őt a tévében, hiszen ilyen nagy birkozók tudják motiválni ifjú, fiatal fiúkat, hogy tudjanak jobban figyeljenek oda birkozásra, legyen a célja birkozásnak. Hát még egyszer örömmel nézem a műsorokat. Nagyon szépen köszönjük. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, és a kedves nézőknek el szeretném mondani, hogy Mehmet Basaran, aki nem csak a török birkozásért, a magyar birkozásért is nagyon sokat tett, és több helyen publikál különféle sajtókban, tehát itt a neveket nem akarom mondani, aki egy nagyon intelligens ember, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál. Imre, akkor sztorizunk egy kicsikét, mert én emlékszem olyanra, hát ugye sokat beszélgetünk mi, szerencsére azért jó viszonyban vagyunk elég régóta, és hát el tudunk azért sztorizgatni. Hát nekem mesélted annak idején, hogy pajtás, mert ugye aki ismeri az Imrét, az tudja, ez az Imrének a szavajárás, ez a pajtás. Ide figyelj, jó jegyezd meg, előbb lekerülsz te otthon az ágyról, mint a kutya. Ezt honnét vetted ezt a történetet? Úgyhogy én is kutya tulajdonos vagyok, és hát én valójában nagyon szeretem az állatokat, mindegy, hogy kutya vagy macska, teljesen mindegy. De a vége valójában úgy van, hogy
egy annyira ragaszkodó, főleg ezek a kisebb fajta kutyák, hogy, hogy ezt, ha fázik, akkor honnan oda leveszed, szóval nem lehet rá haragudni semmiért, bár nincs is rá okom, hogy haragudjak rá. De valójában egy, mégiscsak egy állat, hogy nem tudsz vele beszélgetni, úgyhogy azért mondtam, hogy a kutya és a feleségük itt kettő differencia. Az visszaszól, elég sűrűn, ahogy nem szeretne. Kutyában nem szól vissza sohasem. Oké, okay, Imre, bocsánat, hogy megszakítom mindig a jó kis mondókádat, de megint van egy kedves telefonál. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Parancsoljon! Jó estét kívánok! Óvodás föl vagyok, és szeretik a tulábja. Köszönjük szépen! A műsorhoz. Külön szeretettel köszöntöm az Imre bácsit. Remélem, hogy sok versenyen még részt fog venni, mint 10 vendég. Nagyon köszönöm. És nem utolsó sorban fog még érmeket átadni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó érzés, amikor így Imre bácsival beszélgetünk, és egyre többen nyúlnak a telefonhoz, mert én tudom nagyon jól, hogy nagyon-nagyon sokan nem nyúlnak a telefonhoz, de mi nagyon örülünk annak, mikor valaki oda nyúl, mert ez az Imrének is egy jó érzés, és hát őszintén megmondom, nekem is egy jó érzés, mert ebből kiderül az, hogy azért nézik a műsort, és nem mindig csak a gyűlölködésről lehet beszélni, a köpkölődésről, lehet szeretetről, lehet tiszteletről beszélni, lehet egymást megbecsülni, és én azt gondolom, hogy a szeretet és a tisztelet ez vezet legmesszebbre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, nem tudom, van még valami kérdésed az Imrehez? Műsorodhoz, Sándor. Parancsolj? Csajka a Frák a műsorodhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy nézel bennünket. És ugye volt egy másik sztori, ami nekem nagyon tetszett, amikor a szovjetekkel volt egy közös találkozó, és ott te voltál akkor már az edző. És csapatkapitány volt. Csapatkapitány. És akkor milyen tanácsot adtál a versenyzőknek? Mert ugye gondolom, hogy egy ilyen szovjet-magyar mérkőzéset mindenki egy kicsit meg van ijedve, és hát egy kicsit gyakrabban járnak WC-re. Hát, legtöbbet a szovjetekkel volt ilyen csapattalálkozásunk, és hát mondani se kell, az mindenki tudja, hogy hát a világon legjobb csapat a szovjet, az nem beszélt tőle senki sem. És hát volt az egy feszültség minden verseny előtt, sőleg csapatversenyekkel, mert nem egyéni verseny, csapatverseny, és ott még jobban áthatott az ember ez a mindenáronkra a küzdelem és a győzelem érzése. És hát volt ez a bizonyos feszültség, és hogy hát valamit kell mondani, mint versenyző, mint edző. És mondta a fiúk, kiment, sétáltam egyet, visszamentem, abszolút nincs semmi baj. Jó, figyeljetek, megtudtam, hogy egyenként jönnek csak. Úgyhogy nem kell megjönni. Tehát nem jönnek 11-en. Így van. Imre, bocsánat, hogy megint meg kell szakít, csak megint van egy kérdés telefonálom. Jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Szervusztok, én Norbi vagyok. Szia, Norbikám, üdvözöllek. De örülök neked, Norbikám, szia! Szia! Na, örülök nektek, csak nézd a tévét, és nagyon örülök, hogy az Imre bácsit, a sajtót, ugye, mert a becseneben ennyi nevet a sajtót. Remélem, hogy egy... De csak kénytelen voltam betrafán, tényleg csak egy percre, és remélem, hogy 20 év múlva is itt fogok nézni titek. Norbikám... Szeretném, mert ilyen példaképekre van szükség. Ma sajnos ez hiányzik a fiatalok számára, és ez nagyon fontos dolog. Norbikám, ilyenekre, mint az Imre, és olyanokra, mint te. És nagyon köszönjük, hogy te is a vendégünk voltál, mert nagyon-nagyon sokan telefonáltak, mikor te itt voltál is. Én azt hiszem, hogy a te életed is, az Imre élete is példaértékű. A telefonálok is ezt mind elmondták. Norbikám, köszönöm. Most az Imre bácsiról akarok. Parancsolj. Csak az Imre bácsi miatt telefonáltam, hogy nem ér. Valahogy, hogy jó egészséget, még Imre bácsi, még úgyis sokszor fogunk a versenyeken találkozni. Oké, szia Norbikám, köszönöm, hogy telefonáltam. Sziasztok. Szia. Imrém, tehát egyszerűen veled nem lehet szót váltani, mert itt csörögnek a telefonok, aminek nagyon örülünk. Tehát... Ez a jó, kellemes, mert jó érzés nekem is, hogy valójában még ezen porondon még szóvá teszik a nevemet, és az kellemes nekem. Tehát én ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ezt már elmondtam itt az előző műsorokban is, hogy arról nem tehetünk, hogyha van egészségünk és sokáig élünk, az egy jó dolog, de egyet nem szabad elfelejteni, hogy egy 70 vagy 72 éves olimpiabajnok ugyanolyan értékű, mint aki most 20 éves korában nyer egy olimpiát. Bocsánatot kérek, de megint van egy kedves telefon. Jó estét kívánok! Halló! Jó estét kívánok! Orbán Frici vagyok a Ganzmávokból. Szia, üdvözöllek! Szia, Imre bácsom, megismersz? Cs. Én vagyok az az ember, aki nem csak a birkozód voltam, hanem jó párszor meg is etettelek, ugyanis a Ganzmávokból aztán a Szepinél én lettem a szakács, és rengeteget jártál oda, meg a
első játékgép automatával ottan együtt bohozkodtunk, amit behoztál az országba, emlékszel? Igen. Imre bácsi, egy rövid sztorit a Kozmáról elmondhatok? Persze. Parancsolj. A Hogy hívjákban volt egy verseny a Szentkirályi utcában, és a Kozma birkózott a Nyers Laci bácsival. És ott álltunk így egy kupacba, a Varga Jancsi azt mondja, nekem Fritzko, intézd már el ezt, hogy a Kozmával a Laci bácsi már rendesen birkózzon. Mert ugye a Kozmának a Nyers Laci bácsi mindig befeküdt. Azt mondja az Imre bácsi, te azt mondja, ha el tudnád intézni, az nagyon kovászos lenne ám ez, hogyha összecsapnának. Tehát oda mentem a Nyers Laci bácsihoz, mondom, Laci bácsi, az most voltál harmadik az Európa-bajnokságon, ugye a Kozma nem indult. Hány kiló különbség van köztetek? Hát azt mondja, kumám, azt mondja, én vagyok 134 kiló, a Kozma 136. Hát mondom, hát ne haragudj, a világot meg tudod verni, a Kozmát, nem? Na, összeálltak ugye a Nyers Laci bácsi, neki esett a Kozmának, ütötte, verte, rángatta. Azért mindegy kis birka nézett jobbra baráti, nem szokta, hogy a Magyarországon valaki így neki megy. Rángatta jobbra balra, egyszer aztán kapcsolt, összefogt egy ilyen keretszaltóra, alávágott, úgy eldobta, hogy a két szőnyek között, a védőszőnyek között beszorult a Nyers Laci bácsi. Hát úgy vittük ki Bajkó, meg hát a nagy állatok, összefogtunk, azt vittük le a szőnyekről. Nyers Laci bácsi csak forgatta fejét jobbra, balra, okay. Csak meglátott Fricikét, hát, nagyon szépen szóltál velem. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál és nézel bennünket. Hát csak... te akkor voltál kis ifjúsági gyerek, amikor még vezettem is meccset neked, még... Emlékszem rád. Hát ezt úgy is emlékszem rád, mint Európa bajnokra. Gratulálok. Oké, okay. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hát Imre, egyetlen egy nagy baj van. Egy hatalmas nagy baj van, hogy sajnos az időnk lejárt. És engedd meg, hogy én a legmélyebb tiszteletemet adjam át itt neked, a nézők előtt. Hogy örülök, hogy nekem is van kire felnézni. Van... Én örülök, hogy erre a kellemes estét kötöttem. Igazán jól éreztem magam, mint mindig is. És köszönöm szépen. Imre, nagyon szépen köszönöm a kedvesen. Köszönöm, hogy elfogadtad ilyen késő este a meghívásunkat, és élj nagyon sokáig, és szerez még nagyon sok örömet a magyar népnek. És most, ha van lehetőség, akkor szeretnénk látni a Szomorú Fűszvág című videóképet. Imre, ez elment a fél óra. Thank you.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm, hogy ilyen sokan telefonáltak. Továbbra is várjuk a telefonjaikat. Önök a Rólad is szól a Dal című műsorunkat látják. Hát nem tudtunk lazítani, mert megint óriási vendégünk van, mint elmondtam a műsor elején. Deák Bill Gyula, mondhatjuk azt, hogy egy fehér ember, fekete hangon, Magyarország legnagyobb blues énekese, aki, én tudom, mert mi sokat beszélgettünk, és elmondtad, hogy nem tanultál éneket, tehát itt a bizonyíték, hogy egy Jimi Hendrix leigázta a világot. A mai napig őt majmolja szinte mindenki, és semmilyen kottát nem ismert. És itt a Gyula, aki szintén a génjeibe hozta magával ezt a csodálatos hangot, hogyha csak belenézek itt, nevéhez fűződnek a zúgjatok, harangok, Attila az Isten kardja, István a király, János a vitéz, Jézus Krisztus szupersztár, hát ilyen rockoperákban játszani, és mellette pedig készülnek a lemezek, hát szóval szeretettel köszöntelek, és nagyon örülök, hogy itt vagy. Hát mit csinálsz most? Estét kívánok mindenkinek. Hát örülök, hogy eljöttem, és ilyen ember után, mint a Paják Imre, itt ülhetek. Ez mindannyiunknak nagyon nagy dolog, és én azt gondolom, hogy Gyula, az életben vannak különböző területek. Persze. Te ezen a területen alkottál nagyot. Ő egy teljesen más területen tette le a névjegyét. Én nagyon-nagyon sok koncerten meghallgattalak téged. Te nem csak jó énekes vagy, hanem neked kisugárzásod van, egyszerűen erőt adsz, egyszerűen olyan erő és dinamika van benned, hogy de ebben az országban nincs is olyan, szerintem kicsi, nagy, téged mindenki ismer. Az Imre is egyből, mintha 40 éve minden nap összejártatok volna, tehát olyan szeretettel köszöntettétek egymást. Gyula, mondjál valamit nekem arról, hogy hogy ír el a napjaidat, mert azért nem könnyű zenésznek lenne a mai világban. Hát nem egyszerű dolog, főleg én nem egy divatos zenét csinálok. A blues zene az nem egy támogatott zene volt soha, meg a rock zene Magyarországon. Hát, nagyon sokat nem panaszkodom, hál' az Istennek, én nagyon sokat játszom, tehát van a zenekarom, a Deák Bill Blues Band, és nagyon sokat játszom. Minden hónapban van 8-10, van mikor 12 volt olyan is, mikor 14 koncert, és ez élő, és erre büszke vagyok, és szeretnek az emberek, és eljárnak a koncertre, és olyan zenekaroknál is sokkal többen vannak rajtunk, meg a koncerten, meg a koncerteimen, ahol akik állandóan folynak szinte a tévéből, rádióból, és ez nagyon nagy dolog, mert hát azt mondják, hogy ez egy, nem én mondom, ők mondták, hogy ez egy ilyen, ez egy érték, meg rock történelem, meg szeretnek, szóval ez nagyon nagy dolog, és ennek nagyon örülök, és ez minden pénznél többet ér. Hát igen, a mai világban ez egy külön érték, mikor valaki élőben meg tud szólalni, ez nem egy divatos dolog ma, és hát, mint ahogy elmondtad, a blues zene valóban annak idején, amikor dolgoztak a munkások kinn a réten, akkor születtek ezek a kis blues történetek, blues hangulatú dalok, és hát te ezt itt megörökítetted Magyarországon, és letetted a névjegyedet. Hát igen, az az igazság, nem csak én, mert hát azért voltak a barátaim, én játszottam 6 évig a legnépszerűbb magyar blues zenekarban, a Hobo Blues Bandben, és hát azért a Hobo meg a Pókhágonnal hárman csináltuk a dolgokat, hát Egon írta a zenéket általában, és az Hobo írta a szövegeket is, és ez nagyon-nagyon jó dolog volt, és hát azért ezt nem tudom elfelejteni, mert ez nagyon nagy korszak volt az életemben. Igen, az Egont ismerem, amúgy is egy nagy arc, és tényleg nagyon jó dalokat írt, de Gyula, miért volt ez a nagy szünet, hogy vagy azt hiszem 6 éven keresztül nem jelent meg lemezed, de hát igen, 5 éve volt lemez, 99-ben volt lemez, 5. éve most szeretnénk csinálni, kiadni egy új lemez, de hát nem én rajta múlik, mert hát én nem vagyok sajnos szövegíró, mert hogyha én szövegíró lennék, akkor minden második évben biztos lenne lemez. Hát igen, neked ez a nehéz, hogy neked nem csak a szöveg, hanem az Egon sem ér rá mindig, ugye az igazgató a zenekőbány a zeneiskolába, és hát most legutóbb a Horváth Attila írta, aki ugyancsak nagyon kitűnő szövegíró. Hát bár bocsánat, az egyik legjobb az országban. Igen, én nagyon szerettem őt is, meg a Hobót is. Imádom, minden dalt szeretek, amit ő írt. Szóval egyszerűen annak az embernek tényleg egy lelke van, de őt nagyon szeretem.
Julám, én most felszeretném neked tenni egy nagyon kellemetlen kérdést. Mondjad, milyen dolgom, neki miért? Hát tudod, itt most falnak szorítalak, ott az Imrét is falnak nyomduk, akkor nincs mese. Nem, ez nyugodtan. Julám, azért beszéljünk arról is, mert ugye mindenki téged mankóval lát, és téged persze. Már így ismernek, így képzelnek el az emberek. Téged már, ha most ez nem így lenne, akkor ez nem Deákbír Gyula lenne, ez hozzátartozik Deákbír Gyulához. Mesélj nekem őszintén, tiszta szívvel arról, hogy hogy történt meg ez az egész dolog. Hát ez már régi dolog, azt hiszem ezt már egy csomószor elmondtam. Sajnos 11 éves koromban megrúgtak, és itt lágyékben lett egy tromboz is, vagy egy tájuk, és meg kellett operálni, és ebből lett egy tromboz is, és egy hétre rá sajnos le kellett amputálni a lábamat. Hát ez volt a nagy dolog, és az az igazság, hogyha akkor ez nem történik velem, én akkor soha nem éneklek. Csak esetleg a magam örömére, mert én a focit szerettem a legjobban mindig életemben, a focista szerettem volna lenni, és az én példaképpen a Puskás öcsi volt, ő olyan szerettem volna lenni, mint az öcsi bácsi, ezt nagyon szerettem. Szóval bármilyen példaképet azért te se választasz magadnak, ilyet, mint Puskás öcsi. Hát igen, hát az borzalmas, nagyon nagy penge volt. És hát Gyula, gondolom, amikor megtörtént ez a tragédia, mert általában tényleg úgy van, hogyha az emberre történik valami negatív dolog, és hogyha te nagyon erős vagy, már pedig az voltál, akkor biztos, hogy a negatív dolgokból te egy pozitív dolgot kalkuláltál, tehát hoztál össze. Megmondom őszintén, nekem nagyon nagy szerencsém volt, voltak olyan szüleim, nagyon sokat köszönhetek az édesanyámnak, apámnak, hogy én ezt el tudtam élni itt Magyarországon. Tehát a szüleim azok mindenek felett, és nagyon szerettek és segítettek. Hát én voltam a legidősebb, négyen vagyunk testvérek, és velem történt ez a tragikus dolog, és támogattak anyámék nélkülük, és soha nem tudtam volna elérni, és én ugyanúgy mankóval leálltam focizni a gyerekekkel, szóval ez nem volt akármi, meg lábteniszezni, amit a mai napig sem nagyon láttam féllábú embertől, és én nekem soha nem volt kisebbségi érzetem, meg valami ilyenek, hogy vannak az embereknek kisebbség, mire föl lenne. Bennem ez fel sem ötlött, mert nem is törődtem vele, mert azért ugye mondták nekem is, hogy persze. Így úgy százlábú, meg ez az, meg akármi. Mondják egészséges hát, embernek is, tehát mindenkire lehet talán. Na, de engem nem érdekelt, és végül jött a zene, aztán elkezdtem énekelgetni, kiabálgatni, a szomszédban volt egy roma család a Sárközék, és hozott az apja egy gitárt, aztán elkezdett gitározgatni, meg elkezdtem énekelgetni, hát persze kiabáltak a lépcsőházba, hagyjátok abba. Julán, hála jó Istennek, hogy te nekiálltál énekelgetni, de van egy nagyon kedves telefonál a vonalban. Jó estét kívánok, haló, haló. Jó estét kívánok. Szép jó estét kívánok. Szép jó estét, parancsolj. Imre vagyok Miskolcról. Üdvözöllek. Gyula bácsi, az Isten áldjon meg. Hát megérdemli. A következőt szeretném mondani. Fél lábbal, fél láb nélkül. Én 80 óta követem úgy, amit csinálsz. Tartsál ki mellette. Az Isten áldjon meg, és mindent belemer, egy nagyon szép dolgot művel. Nem a lemez számít meg, tudom, hogy abból él. Az ember, egy zenész ember, mert én zenész vagyok. Abból él az ember. De a jó Isten áldjon meg. Lejött Miskolcra, elmész az országba bárhova. Én mindig azt kívánom, hogy mosolygós arcok nézzenek rád, és nagyon szép embereket lássál, mert te is az vagy. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, hogy telefonáltál. Tényleg jól esett. Hát Gyulám, akkor most már itt a kedves telefonáló elmondta a szép gondolatait, akkor most én csatlakozom hozzá, mert a birkózók hátra csavarták a kezemet, és azt mondták, hogy ha találkozom veled, személyesen adjam át, hogy régen rendszeresen jártál birkózóbulikra. Ó, hogy BVSC-ben, és ott voltak a nagyon jó barátaim, és hát üdvözlöm őket így, hogyha véletlen valaki nézi a tévét, most ölelem, csókolom őket, mert nagyon szeretem őket, és én szeretem a sportot, szóval az az igazság, én szeretem a focit, szeretem a boxot, kézilabdát, vízilabdát imádom, szeretem a birkózást, szóval mindent. Hát Gyula, kellene szeretni, mert itt ülök veled szembe, és tudod, nagy fejrefogás meg minden. Nem, ezt komolyan mondom. Hát én imádom, és hát hát a birkózók is imádnak téged, és a sportolók is. Radista vagyok. Ezzel semmi gond nincs, Gyula, egy a biztos, hogy végül is
annak idején, hát nem tudom, már nagyon régen volt, mikor szintén a BVSC-ben volt. És te is doboltál, így van, emlékszel rá? Felléptem nálad, és ez nekem egy olyan jó érzés volt, a Peti, a Farkas volt, Peti, beengedtem magadban énekelni. Gombiék. Gombiék, és én meg ott beültem a dobokhoz, és akkor játszottunk ott egy... Hát nagyon-nagyon jó volt. Hát én megmondom őszintén, ez olyan jó érzés volt, és olyan jó emberek voltak ott, és hát ez nagyon jó hangulat volt. Ott is szogattunk, énekelgettünk, jó hangulat volt. Tudod, Gyula, a sportolók azok olyanok, hogy megérzik, hogy ki az ember. Tudod, őket nem lehet becsapni. Szóval akik ezekben a szürke hétköznapokban, mint hogy a zenészek is teszik a dolgukat, és keményen készülnek arra, amivel majd eredményt akarnak elérni, ezeket az embereket nagyon nehéz becsapni, és te meg se próbáltad ezeket becsapni, hanem te egyszerűen sugároztál felőjük, és ezt ők megérezték, hogy a te dalaid őszinték, nézd meg az öreget. És igen, és én nagyon... Ezek a dalok, ezek élnek. Ezek igen, én nagyon boldog vagyok, a mai napig is lejárnak olimpiai bajnok, vízilabdázó barátaim, a Steinmetz Ádámék, a Vasasból, meg lejárnak a Fradiból vízilabdázók. Én szeretem a sportot, hát, és... annál jobb dolog nincs, meg nekem az a véleményem. Gyulám, jó helyen járunk, csak van megint egy kedves telefon. Jó estét kívánok! Halló! Kezi csókolom! Jó estét kívánok, Benedek Rászani vagy Békás Megyerről. Csókolom. És nagyon nagy tisztelettel köszöntöm mind a kettőjüket. Köszönjük. És egyetlen egy dolgot szeretnék megkérdezni, hogy miért ragaszkodik annyira Kőbányához? Kőkeményen ragaszkodik. Hát az annyira, hogy ragaszkodik Kőbányához. Tetszik tudni, hogy van ez, az az igazság, hogy én ott születtem Kőbányán. Én a Gizelába születtem, a kőbányamozi mellett, és az a régi szép emlékek, meg a barátok, meg mindenki. Hát most én mit tudom, én ilyen elmaradi pali vagyok. Én szeretem a szép emlékeket, a gyerekkorom odaköt, minden odaköt, barátok odakötnek. Ott lettem, az az igazság, híres Kőbányán, és a szám is azt mondja, hogy Kőbánya blues. Azt is én éneklem, és az is Kőbányáról szól. Hát valaki szereti, mindenki azt szereti, ahol gondolom lakik. Én ilyen vagyok, én ragaszkodom Kőbányához, mert nagyon szép emlékeim vannak, és ott lettem valaki. Hát én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon szép gondolatok voltak, és azt hiszem, hogy a dalaidat ezért szeretik. És volna egy kérdés még, ha szabadna? Tessék, parancsolj! Tessék! Egy nagyon emlékezetes fellépése volt számomra a István a király. Igen, de én nagyon örülök neki végül is, hogy abban is kaptam egy szerepet, az egyik főszerepet én játszottam, és hát örülök neki, hogy ebben játszhattam, és ez nagyon nagy élmény volt számomra is. Játszottuk a Népstadionban, játszottuk Szegeden, játszottam a Hung a világkiállításon, Szevélyában is játszottuk az István a királyt, Dunaszerdahelyen, mindenfele, úgyhogy nagyon nagy élmény volt látni az embereket, hogy örülnek, és 50-60-70-80 éves emberek ott sírtak, és hát ez borzalmas jó érzés volt, mert Szegeden is megvárt több ezer ember minket, és hát nagyon nagy borzalmas jó volt. Szóval ilyenbe, mint az István a király, nem játszottam, és nem is fogok ilyenbe játszani biztos, mert én azért... István a király csak egy van. Bocsánat, meg egy van, meg Szörönyi és Bródi is, tehát azt, ahogy ők ezt megírták, ez az István király, ez meg hát van írva, hát ez a helyén van dolog, minden, szóval ez egy csodálatos műszor. Hát ez nagyon nagy dolog volt persze, a Szörönyi, a Bródi, meg ahogy megcsinálták Kolta is, megrendezték. Úgyhogy nagyon jó volt az egész dolog, úgyhogy én örültem neki, és megtiszteltetés volt, hogy ebben játszottam. Bocsánatot kérek, köszönjük szépen a telefonálást, és Gyulám, akkor játszunk egy klippet tőled, a rossz vért. Hát ez egy kis koncert, egy csképből valami. Kis koncert, egy kis felvétel. Anyám nem kapott virágot,
a világot. Én sem kézed, mert én nem látom. Kérem hittem, nehéz átad. Édesvém, 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 édesvém. Anyám tudta, így is jól jár. Békésen viselted sorsát. Miattak tél, értem szolgál. Érőszrém, érőszrém, érőszrém. Gyulám, az az igazság, hogy majd elkezdtem énekelgetni, szóval hatása lekerültem, meg hát oda nyúltak egy kicsit a gitárhoz is. Ne haragudj, Gyula, az helyett, hogy téged kérdeznélek, megint itt van. Jó estét kívánok, vonalban van, haló, haló. Haló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Rita vagyok. Szia. Sziasztok. Haló, szervusz. Nagyon örülök, hogy ön a vendég, megmondom miért. Egy nagyon-nagyon kedves embertől kaptam mostanában kölcsönlemezeket. Nem voltak rajta a dalcímek, és most meg szeretném kérdezni, melyik az a dal. Azt hiszem, a rossz vérem van rajta. Az a szövege, egyébként ezt rádióban is hallottam azóta. Bármiben hittem, eddig mind megbukott. Valahogy így van a szöveg. Bármiben hittem, eddig minden tönkrement. Igen, közép-európai Az a cím, hogy közép-európai Hobo Blues 3. Igen, köszönöm. Egyébként, ha már említették ezt a Kőbánya Blues című dal, szerintem ez egy piszok jó dal. Eszméletlen jó. Miért a Gyulától hallottál már rossz dalt is? Ja, nem! Hát akkor vigyázzunk, mert a dalatot ennyire ne dicsérjél, mert azt még tényleg eltalálom. Ilyet lehet, hogy nem élik mondani, ez a nagyon-nagyon kedves ember nekem Hobo Blues Band CD-ket is adott kölcsön, de én mondtam neki határozottan, hogy inkább maradnék a Deák Bill Blues Bandnél. Sokkal jobb. Ja, igen. Nagyon jó a Hobo is, de én inkább önt választom. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, köszönjük, hogy telefonáltál. Önök továbbra is a Rólad is szól a dal című műsort látják, és továbbra is vendégünk Deák Bill Gyula. A fekete hangú, fehér, nem kell már ez. Nagyon legnagyobb király. Nem egy kicsit... Lefogytam, mert ahogy láttuk a felvételt, ott akkora voltál, hogy nem, gondolkodtam, hogy fogytam. Valami nehéz ügyben a Deák Bárdossal összeengednek egy kicsit, igen, de aztán most látom itt. Fogytam egy pár kilót. Nem, mert fogytam a nagyon kövi. Most sem vagyok somány, csak azon a felvételen még kövérebb voltam, de hát majd ez van, hát okay. Nem árt az ember. Gyulám, hát hogyha valaki olyan telefonál a képen, le akar fogyasztani még egyet a téged. Jó estét kívánok! Halló, halló! Jó estét kívánok! Persze, Lajos vagyok. A Gyulától szeretném megkérdezni. Szia, üdvözlöm! Parancsolok! Látogat szombaton. És hogy lesz-e vendége földes, hogy valaki itt lesz-e? Nem értem. Hogy lesz-e vendége most a következő koncerten? Nekem vendégem? Igen. Hát nem tudom, hogy lesz-e, biztos lesz, mert amikor leszoktak jönni barátaim, hát a legutóbb azt hiszem a Lakatos Bögöly Béla volt, akit én nagyon tisztelek, sokat tanultam tőle, és nagyon nagy
zenésznek tartok a mai napig. Hát majd viszek le valakit, hogyha ez a kívánság, akkor mindig majd leviszek valakit. Köszi szépen, hogy telefonáltál. Gyulám, te azok közé tartozol, azok közé, a kevesek közé tartozol, aki Radics Bélával is zenélt együtt. Ez aztán nem kis dolog. Mesélj nekem egy kicsit a közös munkátokról. Hát én megmondom őszintén, nekem olyan közös munkám nem volt. A Pókágon játszott meg a Döme. A tehát neked akkor a kapcsolatod? Tűzkerék nevezett a zenekarral, és onnan van az ismeretség a Bélával, hogy engem lehívott az Egon, és énekeltem velük, aztán énekeltem velük a Budai Parkba. 76-ban volt egy Jimi Hendrix emlékkoncert. Hát akkor mégiscsak énekelgettem. Persze, hogy énekeltem a Bélával, és én tisztelem a Bélát, meg szeretem is, úgyhogy az én véleményem az, hogy olyan ember nem is született, mint a Béla. Meg lehet, hogy egy darabig nem is fog, mert a Béla az nem csak egy gitáros volt, a Bélából olyan egyeniség volt, meg olyan kisugárzása volt a Bélának, hogy felment a színpadra, beleszólt a mikrofonba, és akkor vagy azt mondta, hogy Jice, vagy akármi, mondott valamit a Béla, és tele lett a színpad. Arról nem beszél, hogy a Béla nem csak gitáros volt. Nagyon sokan jól gitároznak, de a Béla előadó művész volt, meg gitározott itt a nyakába, hátul, hát, és nem is akárhogy fogval, mindenféleképpen nagy kisugárzása volt, és a Bélát szerették, mert jó ember volt. Oké, Gyulán, megint van egy kedves telefon. Jó estét kívánok! Halló, halló! Jó estét! Szia, parancsolj! Gyuri vagyok. Üdvözöllek. A Bill-től szeretném megkérdezni, hogy mit? Megtanultál römizni már? Nem hallom ám rendesen. Megtanultál-e römizni? Römizni? Hát megmondom, én nem tanultam meg römizni, csak szeretek römizni. Sokat römiztem régen még, amikor fiatal voltam. A másik pedig, hogy szeretném neki megköszönni, nagyon sok bulira elvitt annak idején, és biztos remélem emlékszik rám, Gyuri vagyok. Kicsoda? Gyuri. Gyuri, hát valami közelebb itt esetleg, mert... Gyuri, a Herló? Hát Hős utcában laktam egy ideig, és ott ismertem meg a Bilt, és... Ja, Hős utcában, hát az egy jó helye, mai napig is leszoktam néha menni, most is voltam lenni, mikor jobb idő volt egy pár nappal ezelőtt. A Dodi barátom ott van lenn, ő dobolt nálam régen, a Dobor Dodi, és hozzájuk leszoktam járni. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy telefonáltál, köszönöm. És máskor is nézzél bennünket. Gyula, mint ahogy nagyon sokszor megdicsértelek, de azért mégiscsak azt mondom, hogy kik azok a magyar zenészek, akikre azért, ha nem is felnézel, de valamilyen szinten azt mondod, hogy igen, hát ez is nagyon nagyot alkotott. Most egy néhány hát az igazság, én szerettem. Megmondom őszintén, az én kedvenc zenekarom a Sirius nevezeti zenekar volt, aki szerintem minden idők legjobb magyar zenekara volt, de hát én szeretek mindenkit. Szeretek minden zenészt. Azokat nem szeretem, akik tátognak, meg nyávognak, meg elmennek, és ilyen diszkókat énekelnek, meg mit tudom én, és tátognak. Nem szeretem a műanyagokat, szóval az az igazság. Én a rockzenét szeretem. Ezt a rockzenét szerettem, és az igazi jó zenét szerettem. Ebbe belefér a Sirius-tól kezdve egészen a Hooligans-ig, vagy az LGT, vagy Beatrice, vagy P-Mobil. Arra a számra, ha jól mondom, hogy ó, nézd ezt a kis szobát, Sirius szám végeztem. Ha jól emlékszem, 17 akkordban állt, tehát legalábbis ahogy mi csináltuk, akkoriban ez nagy dolog volt, ilyen 17 akkordot hát fogni egy számba. De az igazi Sirius az volt, amikor az Orszánszki, a Pataki, a Veszelino, a Ráduli, és a szegény Baroni Zsolt. Az volt az igazi. Hát azért ültünk itt, hogy ilyen nagy nevekre is emlékezzünk. Gyula, neked is nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy eljöttél, hogy ilyen késő este. Hát én köszönöm a meghívást, és örülök, hogy köszönjük a telefonálásokat, és remélem majd találkozunk máskor is, mert hát hamar elment az idő. Azt gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amikor megkapod a visszajelzést, mert a koncerten csak úgy kapod meg a visszajelzést, hogy kiabálnak, örjönnek, de itt legalább szóban is elmondták, hogy nagyon szeretnek téged. Hát örülök neki, hát ez egy nagyon jó dolog, és ezért az az igazság, hogy ezért érdemes élni. Így igaz. Hogy az a sok szeretet, amit én kaptam a közönségtől, meg amit kapok, az nagyon sok nehézségen át segített, és nagyon boldog embernek tekintem magamat, hogy
okay. szeretnek az emberek, ez mindennél többet ér. Gyulán, még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt én voltál, köszönöm. És akkor a 3:20 belehallgatunk, hát amennyi belefér, és köszönöm, hogy itt voltál. Hát egy kicsit később van. Köszönöm, drága Sanyikám, a meghívás, remélem találkozunk. Én is bízom benne. Yeah.
hétfőn 23 és 24 óra között a Rólad is szól a dal című műsort láthatják. Vendégünk lesz Nick Árpád erőművész, akiről megtudhatjuk, hogy bánik a gyengébb nemmel, a hölgyekkel. És vendégünk lesz Sáfár József öcsi, a legendás V73 és a P-Box basszusgitárosa. Várom önöket a képernyő elé, és telefonáljanak sokan.